A B4 képzőművészeti csoport 4 tehetséges művészének alkotásaiból nyílt kiállítás a Széchenyi Egyetem apácai karán. A művészek a bábolnai művésztelepen ismerkedtek meg, és könnyen meg is barátkoztak egymással. A kiállítást Borbély Károly festőművész nyitotta meg. Kerestem is a közös nevezőt az ő munkáikban. Azt hiszem, hogy ezek az élet legfontosabb pontjainak, talpontjainak a keresése, annak az értelme, az emberi minőségeknek egy ilyen átélt valamiféle, hogy is mondjam, mintha ilyen közös érzelmi térben lennének, és külön-külön utakon, de mindegyik azt keresi, hogy mi értelme van a létezésnek. Körbe tekintve a műveken először Pék Eszter Anna munkáin figyelhetjük meg, hogy a természet és a mai kor digitális világának lenyomatai együtt jelennek meg a képeken, ami felteszi a kérdést, vajon a mai ember után mi marad. A másik alkotó Revák István művein a kettősség figyelhető meg. Egy nagyon izgalmas kettősséget jelenít meg, hát legalábbis számomra ez így mutatkozik, hogy megalkot egy nagyon szigorú, szinte geometriai síkokból álló kristály szerkezetet, és azon belül pedig egy ilyen álomvilágot jelenít meg, ami millió kis epizóddal van tele, egészen izgalmas, egy sajátos világ, amit ő itt megalkot. A Győrben jól ismert Csizmadia István művei egészen finom leheletnyi foltokat kombinál a festék csorgatás nagy gesztusaival. Ezzel a vonal és folt szép egységét teremti meg, ahol még a visszafogott árnyalatok is színessé teszik a fehéret. A negyedik kiállító Homolya Gábor, aki egyéni humoros dolgokat talál ki, nem csak címben, hanem a műveiben is, ahol a hétköznapi tárgyak metamorfózison mennek keresztül, de a legkontrasztosabb műve az Aranymetszés sorozata. Az Aranymetszés sorozata, ami Arany János nevével kombinálódik, és nagyon szellemes módon vezeti végig ezeket az ötleteket. Szinte ilyen plakát jellegűek ezek a nagy kompozíciók, és hát őről tudjuk, hogy a plakátművészetben is jeleskedett, nemzetközi pályázatokon ért el sikereket, és ez a fajta képi gondolkodás, ami a vizuális poénokra és a verbális poénokra egyszerre épül, ez önálló egészen különleges magaslatokat ér el. Borbély Károly festőművész, aki az egyetem oktatója, és egyben büszke arra, hogy ismét színvonalas, gyönyörű művekkel tölthetik meg az apácai kar második emeletének falait. A kiállítást március 31-ig minden nap reggel 8 és délután 6 óra között lehet ingyenesen megtekinteni.